A Székely Bertalan általános iskolában megújult tantermek és udvar fogadta a diákokat a 2014-15-ös tanév kezdetén Szadán. A közel 13 millió forintos beruházás a Nagyközség önkormányzata és a szülői közösség jóvoltából valósulhatott meg. A beruházások körét két nagy részre bontanám, külső és belső felújításokra, beruházásokra. A belső felújítások során 8 millió forint támogatást kaptunk az önkormányzattól. Ezt úgy használtuk fel, hogy bútoroztattunk, két tantermünk teljesen új bútorzatot kapott, linoleumoztattunk két tanteremben, festettünk hat tanteremben, táblákat újítattunk fel, a konyha tetőterébe levezettettük a telefont, a csengőt, a hangszórót, tehát azt gondolom, hogy elég sok mindent sikerült ebből a keretből megoldanunk. A másik pedig a külső beruházási része a felújításoknak, ez pedig az udvar felújítását jelentette. Ehhez az önkormányzat is hozzájárult, és szülői támogatást is fel tudtunk használni az alapítványunkon keresztül. Az önkormányzat fedezte a külső földmunkákat, tehát ők a terveket és a területrendezést végezték el, ez egy 2 millió forintos beruházás volt a részükről, illetve az alapítványunk 2 millió 800 ezer forintot tudott költeni erre a területre. Ez a jótékonysági bevételéből adódik, ami 1 millió 41 ezer forint, egy elsős apuka Maklári Sándor szülő által felajánlott 100 ezer forintból, és szintén az önkormányzat segítsége, ami még támogatta ezt a beruházást, ez 1 millió 690 ezer forint, ami a tornaterem bevétele volt, és ezt a képviselőtestület egy az egyben az alapítvány számlájára felajánlotta. Az elkövetkezendő időben mi nagyobb létszámú osztályokra számítunk, ez már a mostani elsős osztályainkon is látszik, hiszen 25-25-24 fős osztályaink vannak, így mi eleve már 30 főre vásárolunk, tehát a két tanteremnyi bútor az 60 gyereknek az elhelyezését jelenti itt az iskolában. Természetesen a hozzávaló tanári asztalok, székek, háromajtós szekrények, polcok, a tanári szobában nagyon szép szekrénysort készítettünk egy helyi asztalos vállalkozóval. Ez a felső szaktanárok holmiának ad helyet, nyilván itt a dolgozatfüzetekre gondolok, és minden olyanra, amit azért úgy szépen el lehet pakolni ezekbe a szekrényekbe. Nagyon örültek neki a kollégák. Öltözőpadokat készítettünk a gyerekeknek hozzátartozó fogasokkal, és hát mindent, amit csak eszünkbe jutott. Most, ahol állunk, az is egy új szekrény. Mi lesz a funkciója, és ki használhatja? Ez a szekrény május óta áll itt ezen a folyosón. A jótékonysági estünk bevételéből készítettük, és azoknak a gyerekeknek a tulajdonát képezi átmeneti jelleggel, akik a jótékonysági estünkre a legtöbb jótékonysági pártoló jegyet tudták értékesíteni. Ez egy verseny volt a szülők javaslata alapján, és a szülőkkel való közös megegyezés alapján, és hát ez itt több mint 20 gyerek holmiának, személyes holmiának ad helyet. El tudja valaki mondani, hogy mit mondott a tanítónéni, hogy hogyan kell vigyázni az iskolai bútorokra? Én. Hogy nem szabad az asztalra firkálni, meg nem szabad ütögetni, a széken nem szabad hintázni például. Miért kell vigyázni a bútorokra? Hogy ne törjenek össze, és ne legyenek harcosok, meg firkáló dúsok. Én nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy itt azon felül, hogy mi ezt elmondjuk a gyerekeknek, őszintén beszélünk róla, mi felnőttek is példát mutatunk, vigyázunk a környezetünkre, dekoráljuk a környezetünket, és igyekszünk esztétikusan karbantartani ezeket a felületeket. Ezen kívül komolyabb munkát nekünk ebben nem kell fektetni. Nyilván ebben az is benne van, hogy a jótékonysági est szervezésébe őket minél jobban próbáljuk bevonni. Tehát valahol ők is érzik azt, hogy az az összeg, ami ott összejön, és amit mi felhasználunk, az valóban sok munkánkba kerül, hiszen az ő munkájuk is ebben benne van. És éppen ezért én valóban azt mondhatom, hogy ezek a gyerekek belülről, saját maguktól vigyáznak ezekre a dolgokra, és
és nem rongálnak, tehát nálunk a tavalyi évben sem volt rongálás, tehát nem tudok ilyet említeni itt az iskolában. A kültéri játékok telepítésének ma már szigorú szabályai vannak. Nagyon nehéz helyzetünk volt, hiszen ezeknek a játékoknak előírása az, hogy mindenféle szempontoknak meg kell, hogy feleljenek. Mi elsősorban olyan játékokat kerestünk, amik az alsó és a felső tagozatosoknak is megfelelő, illetve megfelel azoknak a körülményeknek, amik itt az udvaron vannak. Tehát mi nem tudunk túl nagy helyet biztosítani ütéscsillapításnak és egyebeknek. Tehát ezek a játékok azok, amelyek vagy nem kellett alá ütéscsillapítás, de ettől függetlenül engedélyezett és engedéllyel rendelkező játékok, vagy pedig megfelelő méretű alapterületet tudtunk nekik biztosítani. Ezeknek a játékoknak az árát azért nagy mértékben befolyásolja az, hogy tűvengedéllyel rendelkeznek, és külön engedélyeztetési procedúrán kell ezeknek a játékoknak megfelelniük. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy ha már készítetjük ezeket a játékokat, és hogyha beruházunk arra, hogy ezeket a játékokat itt felállítassuk az iskola udvarán, akkor az már legyen valóban szabályos, és minden szempontból minden szabályozásnak megfelelő játék. Úgyhogy ezek ilyen játékok nem kis költség, de azt gondolom, hogy a gyerekek biztonsága mindenképpen szem előtt tartandó, és ez az elsődleges. Az iskola munkája során az önkormányzat támogatásán túl a szülői közösség segítségére is nagy mértékben számíthat. Bármit kérünk tőlük, én azt gondolom, hogy nagyon készségesen és nagyon lelkesen állnak a rendelkezésünkre. Legyen ez bármilyen szolgáltatásnak a kérése, gondolok itt fénymásolásra, egyéb segítségekre, de hogyha fel kell kutatnunk akár egy hűtőszekrényt vagy egy fagyasztóládát, amire éppen a tavalyi év során sor is került, hiszen gyermeknapra ajánlottak fel részünkre jégkrémeket, és pillanatok alatt be kellett szereznünk a fagyasztóládákat, akkor abban is nagyon készségesen állnak a rendelkezésünkre. Az intézmény vezetője fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést, hiszen a tanulók létszáma évről évre növekszik. 2012 óta 100 fővel gyarapodott a diákok száma, jelenleg 366-an tanulnak a Szadai Oktatási Intézményben. Én nagyon nagy gondban vagyok. Amellett, hogy az önkormányzat hihetetlen módon támogat minket, és mindent elkövet azért, hogy mi itt elférjünk ebben az épületben, én úgy látom, hogyha a jövőben ez a tendencia folytatódik, hogy 3 első osztályt kell indítanunk, akkor 2016-17 szeptemberén mi már nem nagyon tudjuk elhelyezni az osztályainkat. Én ezt jelzem mindenfelé a tankerület számára, az önkormányzat számára, és biztató az, ahogyan ők hozzáállnak ehhez a kérdéshez. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb ismét vagy bővítésre kerül sor, vagy pedig esetleg egy új épületben kezdhetjük meg majd a 16-17-es tanévet. A jövő tanévben még meg tudjuk oldani az osztályok elhelyezését, de utána ez nem fog menni, de egyszerűen az épületet kinőjük. Nagyon nagy gondot jelent számunkra a számítás technika termünkben lévő számítógépeknek az állapota, ami szintén felújításra szorulna, vagy esetleg új gépeket kellene, hogy találjunk. Erre egyelőre nincsen lehetőségünk, de hát bízom benne, hogy a jövőben ez is meg fog oldódni. A Szadai Székely Bertalan általános iskola felújított udvarának ünnepélyes átadására 2014. október 1-én reggel 8 órakor kerül sor.